Kik félnek a visszautasítástól, és csak akkor lépnek, ha tudják, hogy biztosra mennek. Nem kockáztatnak, még nem ismerik a másik érzéseit. Ez náluk csak önvédelem. Viszont az is előfordulhat, hogy a visszautasítástól való félelem miatt addig várunk, míg történik valami, és többé nincs rá lehetőség, hogy kimondjuk. Nem tudom, hogyan kell ezt csinálni, még sosem volt nekem senki olyan fontos, mint te. Ugye magadhoz térsz és meggyógyulsz? És nem érdekel, mit érzel irántam. Nekem te vagy a mindenem. Te is nekem. Tessék. Vagy. Azt hiszem, még sosem voltam ilyen jó.